A következő történet Rákóczi Ferencről szól, a bújtosó fejedelemről. A rövid pároldalas visszaemlékezés, szösszenet az nem mástól származik, mint Gróf Vai Saroltától, aki álnéven írt, Vai Sándor néven. Egy 10 kötetes vagy 12 kötetes visszaemlékezései jelentek meg a nagyjából 120 évvel ezelőtt ebből a harmadik kötetben szerepel a következő rövid írás. Ez a kis szösszenet. A bújdosó fejedelem. Fény és, árny... Fény és, árnyban alig volt gazdagabb ember sorsa, fejedelem élete, mint második Rákóczi Ferencé, amelyből régi családi iratok és bécsi császári könyvtárbeli böngészetek nyomán adom a következő epizódot. Második Rákóczi Ferencet a császár parancsa folytán 1701. május 29-én fogták el Sáros Nagypataki kastélyában, ahonnan egyenesen Bécsúj helybe vitték. Ugyancsak ekkor nejét, Hesseni Amália hercegnőt is elválasztották tőle, és a hercegnőnek az alsó ausztriai túnt jelölték ki lakásul. Egy apáca kolostorban lakott a hercegnő, és a nővéreknek felső parancs szerint minden lépésére ügyelniük kellett. A hercegnő folyton beteg volt. Túnban, és ezért is folyamodott a Bécsi udvarhoz, hogy más helyre internálják. Folyamodványához orvosi bizonyítványt is csatolt, mely megerősítette, hogy a fenséges hölgy nagyfokú csúszban és lázakban szenved a túlni rossz levegő mián. Ezt a kérvényt Pécsben egy 1701. szeptember 26-án tartott titkos konferencián tárgyalták. Egyetlen egy szószólója akadt a hercegnőnek, Kolonics bíboros, Rákóczi Ferenc egykori gyámja. De ennek a szava döntött. A konferencia azt határozta, hogy a hercegnő olyan helyre internáltassék, ahol doktor és patika létezik. Eleinte Sankt Pöltenre gondoltak, majd utóbb beleegyeztek, hogy rövid időre Bécsben telepedjék meg. És valóban így is történt. Hesseni Amália Bécsi szalonyában futottak aztán össze azoknak a politikai ténykedéseknek a szálai, amelyek Rákóczi megszabadítását célozták. Nagy része volt ebben Bercsényinek, aki akkor Lengyelországban volt, és a bécsi svéd nagykövetnek, aki gyakori látogatója volt a hercegnőnek. Mint abból az időből fennmaradt magánlevelezéseik bizonyítják, az összeesküvésben részes volt Rákóczi nővére, Júlia, Aspremont császári tábornok neje is, aki azonban személyesen nem járt Amália hercegnőhöz, csak egy meghitt komornáját küldte hozzá. Lobkovic hercegnét, Martinic grófnét és a két hesseni grófot is gyanúsították, hogy Rákóczi hívei és évek múlva a titkos konferencia egy tagja sejtette azt is, hogy ha a császár hallgatagon nem egyezett volna bele, Rákóczi sohasem szökhetett volna meg Pécs új helyről. Igaz, hogy ezt a kijelentést sok körülmény homlok egyenest megcáfolta. A vizsgálati okmányokban nincs ugyan határozott említés a bécsúi helyi jezsuita atyákról, de mindazonáltal erősen gyanúsították őket, hogy részük volt Rákóczi megmenekülésében. Különösen Páter Zágelt gyanúsították nagyon, mert ő neki ígérte gróf Szirmai, hogy összes vagyonát a jezsuita rendi atyákra hagyja, és ez az ígéret is sarkantyúzhatta a rendet arra, hogy a magyar nemzeti hős szabadításában segítkezzenek. A, tulajdonképpen, a tulajdonképpeni felszabadítók azonban bevilágva a hercegnő gyontatója és két császári tiszt a Léman testvérek voltak. Bevil Aqua atyának volt egy kutyája, és ez vitte Rákócinak, aki szabadon járkálhatott a régi helyi kastélyba, Neje leveleit, és viszont a választ is az okos állat hozta. A két léman pomerániai származású volt, az idősebb dragonyos kapitány, akire Bécsúi hely őrizete volt bízva, az ifjabb Kornet volt a Magyarországon állomásozó Montekukoli ezredben. A Kornet alhadnagyi rangféle volt. A Magyarországon állomásozó fiatal tisztet, miután Heszeni Amália remek ezüstkarddal és gyémántokkal kirakott zsebórával ajándékozta meg, Rákóczi hívei rábírták, hogy segítkezzen a fejedelem megszöktetésében. A fiatalember beleegyezett, szabadságot kért Monte és azt mondva, hogy hazájába megy, egyenesen Bécsúj helyre utazott. Az idősebb Lémant csak nehezen tudta öccse megnyerni. Előbb Rákócinak be kellett előtte bizonyítani, hogy ártatlan, aztán pedig megesküdni arra, hogy a szökés után nem Magyarországba, de Danzigba, onnan pedig Svédországba fog menni. A jövés menés a kastélyban mindazonáltal csak hamar föltűnt, úgyhogy a helyi polgármester erről már november 5-én értesítette hoher Alsó-ausztriai udvari kancellárt, hogy Rákóczi nem jóban tőri a fejét, mind megmondotta a Léman kapitánynak szigorítsa a kastély őrjáratot. Mielőtt azonban Bécsből intézkedhettek volna, Rákóczi 1701 november 7-én megszökött fogságából. A szökést úgy intézték, hogy előtte néhány nappal az ifjabb Léman egy szolgával naponta ment látogatni a fejedelmet, úgyhogy a látogatások már fel sem tűntek az őrnek. A szökés napján a szolga nélkül jött Léman, és mikor távozott, a fejedelmet a szolga ruhájába öltöztetve vitte át az őrszemen ki a kastélyból. Rákóczi szobájában egy levelet hagyott hátra első Lipót császárnak, amelyben ártatlanságát ismételten dokumentálta. Bécsúj helyen kívül a város kapujánál négy szürke által négy szürke állat, négy szürke által vont hintó várta a fejedelmet, amelyet hesseni amália küldött, és amelyen aztán Lémannal somorján és nagy szombatonát tovább utazott. A következő napon, november 8-án az idősebb Léman jelentést tett Rákóczi Ferenc szökéséről. A jelentéshez mellékelt egy eltört rostét, vasfűrészeket, amelyeket Rákóczi maga hagyott ott, hogy így a Léman fivérekről a gyanút elhárítsa, aztán a jezsuita atyákat gyanúsítva kérte a Bécsi udvart, hogy a vizsgálat lefolyásáig ne zárassa börtönbe első Lipó császára szökés hírére írtozatos dühbe jött, és Mansfeld grófnak szigorú rendeletet adva a fejedelem üldözésére, gróf Lamberget Bécsúj helyre küldte, hogy vettesse börtönbe a kastély egész őrségét, és az őrizetet bizza ideiglenesen a polgárokra. Gróf Lamberg gyanúja egyenesen Léman kapitányra irányult, Annál is inkább, mert a város polgármestere esküvel erősítette, hogy a nehéz vasrostét képtelen volt a fejedelem széttörni vagy ketté ráspajozni. Léman eleinte mindent tagadott, csak mikor gróf Lamberg azzal fenyegette, hogy mint egy közönséges gonosztevőt kimpadra vonatja, jött beismerésbe, de az ellene emelt vád súlyát nagy részben öccsére hárította. Ez a történelmi száraz tény sokat levon a két Léman nimbuszából, akiket regény és drámaírók, mint hűséges, szabadságért rajongó ifjúkat állít oda, pedig közönséges zsoldosok voltak, akik azért szöktették meg Rákócit, mert Hesseni Amália királylag megfizette őket. A vizsgálat Léman kapitány ellen jó sokáig húzódott és vallomásaival sok magas állású egyént is belehozott a dologba. Így elsősorban Rákóczi nejét, akit Bécsi lakásáról azonnal a Cur Himmels Forte nevezetű apácazárdába helyeztek szigorú felügyelet alá. A svéd követet is is valamint Péter Zagelt és házkutatást tartottak Aspremont tábornoknál. El akarták fogni Szírmai grófot és Okolicsányi Pált is, mert Bercsényi egyik levelében említést tett róluk. Sőt, Montekukkolit is vád alá akarták helyezni, mert ő volt az, aki az ifjabb Lémannak szabadságot adott. A fejedelemre díjat tűztek ki, és pedig tízezer talért, ha élve, hat ezret, ha halva kerítik kézre. Léman kapitányt a pör lefolyván 1701. december 14-én fölnégyelték, és elcsúfított holtestét a bitófára szegezték. Bebülákúa gyóntató atyát élethossziglani börtönre ítélték, és húsz évi fegyházat kapott, az a bécsújhelyi vendéglős, akinél Rákócira a hintó várt, és ugyanannyit az a szabó, aki lémannak a ruhákat varta, amelyben a fejedelem megszökött. A bonyodalmas pörrel még hosszú éveken át foglalkoztak a bécsi titkos konferenciákon, és évekig üldöztek Magyarországon egyéneket, akiket azzal gyanúsítottak, hogy részesek voltak Rákóczi, Bécsúj helyi szökésében.